A reformáció 500. évében nyílt meg Kolozsváron egy olyan intézmény, amely a leghivatottabb a református egyház tárgyi hagyatékának tárolására, őrzésére. Ez az Erdélyi Református Múzeum, amelynek székhelye Kolozsváron a Bocskai téri protestáns teológia épülete melletti udvarban található. Hát az ötlet az elég régi, már 100 éves. A 20. század elején megfogalmazódott az igény, hogy a gyülekezeteknek szükségük lenne olyan intézményre, ahol elhelyezhetik azokat a tárgyaikat, ami használaton kívül áll, mert hogy ezeket a tárgyakat elsősorban az Erdélyi Múzeumnak és a Budapesti Iparművészeti Múzeumnak és Nemzeti Múzeumnak adták át el abban az időben, és akkor jött az ötlet, hogy jó volna egy erdélyi református múzeumot létrehozni. Na hát azóta egy kis idő eltelt, az elmúlt 10 évben egyre fontosabbá vált ez a kérdés, és egyre többször elhangzott az egyházkerület részéről, hogy szükség lenne ennek az intézménynek a létrehozására. És hát most volt az a lehetőség és hát anyagi keret arra, hogy ezt az épületet felújítani és létrehozni a múzeumot. A múzeum első kiállítása méltóképpen állít emléket az 500 éves reformációnak. Gyülekezeti kegytárgyakat sorakoztat fel és mutat be, többek között olyanokat is, amelyeket még a reformáció megjelenése előtt használtak, tehát több mint fél évezredes kegytárgyak. Ez a kiváló válogatás Erdély több mint 600 református gyülekezetének jó voltából került időszakosan egy helyre, hogy a nagy közönség megcsodálhassa őket. A kiállításnak a koncepciója az volt, hogy próbáljuk meg az Erdély területét lefedni, és hát mindenhonnan próbáljunk gyülekezeteket bevonni, és azok történetéből válogattunk. Elsősorban az első teremben a széki területeknek az egyházközségei kerültek bemutatásra, az egy jellegzetesebb módon alakultak itt a gyülekezetek és fejlődtek. A külön teremben állítottuk ki a városokat, tehát Kolozsvár és Marosvásárhely kerültek bemutatásra, és hát az utolsó két teremben pedig azokat a gyülekezeteket, amelyek patronusi támogatással működtek. Ezek többnyire a vármegyei területeken működő egyházközségekről van szó. És hát akkor ezekhez válogattunk gyülekezeteket. 35 gyülekezetből láthatnak itt kiállított tárgyakat, textiliákat, klenodiumokat, levéltári iratokat, bibliát, és hát ezt így az utolsó két teremben pedig úgy próbáltuk, hogy családonként, hogy kik azok a családok, patronus családok, akik támogatták egy-egy vidéknek a gyülekezeteit, és hát ahhoz válogattunk össze tárgyakat, és kértünk kölcsön. Miután megtörtént a bevezetés, megtudtunk egyecsmást azokról a kegytárgyakról, amelyekhez nem hiába ragaszkodik minden gyülekezet olyan nagyon. Lássuk termenként, mit is tartalmaznak a kiállító terem üvegszekrényei. Hit és történelem, szakrális és profán világ, mindez egy helyen, az Erdélyi Református Múzeumban. Hát itt állunk a kiállítás legelején, és innen indul az egész kiállítás. Ez az a tárló, ahonnan, amit mi úgy nevezünk, hogy ez a kiinduló pont, tehát itt a reformáció kezdete. Olyan tárgyakat válogattunk, amelyek a katolikus egyháztól öröklődtek át, és mai napig tovább használják őket. Tehát ezek többnyire mind olyan tárgyak, amelyek tehát a reformáció előtt készültek katolikus egyház számára. És 500 évvel ezelőtt. 500 évvel ezelőtt. Legalább 500 évvel ezelőtt, de annál régebbiek is vannak, és hát ezekből a legtöbb az a széki területeken maradt fenn, mert ott egy kicsit másként alakult, tehát nem voltak olyan nagy patronus családok, akik kicserélhették volna teljes egészében az urasztali készletet, ezért így egymásra épültek az urasztali edények, és hát az alapja végül is megmaradt több helyen. Tehát hogy ez nem csak széki területen volt így, ez máshol is így volt. Amit fontosnak tartottunk, ez a Fogarasi Egyházközségnek az 1627-es
leltára, amiben jól lehet látni, hogy minden, tehát a teljes leltárat azt a katolikus örökség alkotja, tehát oltárterítők, monstranciák, cibóriumok, olyan tárgyak is, amelyek a református úrvacsoraosztásban nem kapnak szerepet, de megőrizték őket még. Ezek az úrvacsorai bor szállítására szolgáltak, tehát amivel beszállították őket a templomba, és kitöltötték a kelyhekbe, poharakba az úrvacsoraosztás során. Ezek ómból készültek, világi tárgyak amúgy, tehát a világi szintén hát italoknak a tárolására szolgált, és hát ebből néhány darab bekerült az egyházközség leltárába is, szintén jellemzően inkább széki területeken maradt fent több. Valószínű, hogy a Brassó környéki, tehát a brassói ónöntők azok, akik ezeket készítették nagy számban, mert hogy ott a környéken maradt fent több belőlük. Ez egy szőnyeg, ez egy gyapjú szőnyeg. Székely szőnyegnek, vagy székely festékesnek is szokták nevezni, és hát ez az egyik legkorábbi példánya, ami fennmaradt ilyen állapotban, egy 1798-as. Tele vannak a leltárak velük, rengetegről tudunk, hogy létezett, de nagyon kevés maradt fent, tehát ez a legkorábbi, vagy hát az egyetlen, amit a kolléganőm szerint fennmaradt így egyházközségek tulajdonában, vagy nagyon kevés. Ami mondjuk a 18. századra jellemző, és akár a 19. századra is, ezek a gyűjtők körutak, ami arról szólt, hogy templom, nagyobb kiadások esetén, tehát templomépítés, vagy hogyha a gyülekezetek nagyobb károkat szenvedtek, akkor nem csak a környéknek, vagy hát a gyülekezetnek az anyagi forrásait vették igénybe, hanem elmentek kéregetni. Tehát ez elsősorban pénzgyűjtésről szólt, de azokban az esetekben, ahol a textíliák, tehát az uraszai felszerelés is károsodott, ott klenódiumokat és textíliákat is adományoznak a kárt vallott gyülekezetnek, és hát ezek a tárgyak azok, amelyek mind ilyen adományokból származnak. Itt lehet látni azt a kéregető levelet, amivel engedélyt kaptak arra, hogy elmehessenek egy adott területre kéregetni, és ezekben a kis füzetekben jegyezték be, hogy ki mit adott, mekkora összeget, hol járt a kéregető. Ez keresztelő készlet, igen. Hát az egyik leglátványosabb tárgyunk, amit itt kiállításra került. Nem is véletlen, mert hogy fejedelmi adományból származik, és tehát a kolozsvári Farkas utcai templom számára készítette az első Rákóczi fejedelem. Hát itt azt szerettük volna bemutatni, hogy hogyan alakult a marosvásárhelyi és a kolozsvári egyházközségeknek a története. Itt Kolozsváron az, ami szenzációs, hogy van egy erőteljes fejedelmi támogatás végig a 17. század első felében, és hát abból származnak a legszebb tárgyak. Hát az egyetlen színaranyból készült úrasztali kehe is a fejedelmi támogatásból, vagy fejedelmi adományból származott. Az ma sajnos a Magyar Nemzeti Múzeumban látható, azt nem tudtok kölcsön kérni. A Marosvásárhelyi Egyházközség esetében pedig... Ez Kolozsvár. És ez Marosvásárhely. Itt viszont egyszerűbb a történet, mert hogy a teljes város a 17. században református, míg Kolozsváron egy erős unitárius többségről beszélünk. Hát végig a készletet egy ilyen puritán egyszerűség jellemezte, ők öröklik a katolikus tárgyakat, a katolikus templomot, míg például Kolozsváron az unitáriusok örökölték a tárgyi anyagot, és hát végig ezekből szolgálták a
a sakramentumot, tehát az úrvacsorát és a keresztelést, és keresztelési tárgyak ebből származnak. És hát a 17. század végén kezdenek új adományokat megjelenni. Elsősorban a kézművesek és a kereskedők azok, akik támogatják, mert hát ők a tehetősebb polgárai a városnak. Nekük egy külön tárlót szenteltünk. Ők azok, akik egyrészt a városvezetésben is szerepet vállaltak, másrészt pedig az egyház vezetésében is szintén ők voltak azok, akik megjelennek. A különböző nagy családok, tehát patronus családok, a nemesi családok a 17. század végétől költözhetnek be a városokba, tehát Kolozsvárra és Vásárhelyre egyaránt, és hát akkortól lehet látni az ők adományaikat. Itt Marosvásárhelyen elsősorban a Teleki és a Betlen családok azok, akik adományoznak, tehát itt lehet látni Teleki adományt, ott viszont egy Betlen adományt, és hát Kolozsváron pedig a Bánfi család, szintén a Teleki család azok, akik adományoznak tárgyakat. Ez is egy gyönyörű, szép, varrottas, aranyszállal varrott. Tehát fém, igen, tehát fém szállal varrott textília, ez az, amit sikerült restauráltatni. És hát itt ebben a teremben kezdődnek a patronusi családok és a patronusi támogatású egyházközségeknek a bemutatása. Itt úgy próbáltuk elosztani, hogy itt azok a kisebb családok kerülnek bemutatásra, akik mondjuk csak egy-egy gyülekezet vagy egy kisebb régióra terjed ki az ő támogatásuk. A másik terem az, ahol az arisztokrácia, tehát a főnemesség került bemutatásra. Itt két Hunyad megyei családnak a tárgyanyagát és egyház pártolását mutatjuk be, a Csulai családnak és a Kendefi családnak. Ők azok, akik tehát Dél-Erdélyben Hunyad Zarándi Egyház megyében támogatták a gyülekezeteket. Itt viszont egy másik, közelebbi, a Görgényi Egyház megyéhez tartozó Tancsi földvári családnak az egyházpártolása került bemutatásra, és hát szorosan kapcsolódik hozzuk az udvari papság is, ami egy Nagyidán udvari papságként működött a Nagyidai gyülekezet, ami azt jelentette, hogy kimondottan a patrónusnak a családjából, és az magából az udvarból állt a teljes gyülekezet. És hát ők szerelték fel, csak ők azok, akik adományoznak, és hát egy ilyen házi papságként működött ez az intézmény. És akkor itt van az a kegytár, gyakorlatilag egy ilyen biblia, ugye, ami azért a legtöbb nézőnek a szemét, ez ragyogja be. Igen, tehát ugye ez a tárló a jelen pillanatban ez vezet a kedvenc tárlók között. Hát itt egy váradi 1661-es bibliát látunk, annak az 1721-es újra kötését és annak a fémveretét, ami szintén a Bánfi család adománya révén került a gyülekezetek tulajdonába, és hát ezt az egész tárlót a Bánfi családnak szenteltük, és az ők adományaiból származott tárgya. Erről mit kell tudni? Ez is nagyon szép, és úgy gondolom, hogy nagyon egyedi, ilyet nem láttam még sehol. Viszonylag ritkább, igen, mint a többi, tehát a fémszála, tehát hogy egy rece táblás kialakítás sejemmel, ami nagyon-nagyon érzékeny, és hát itt lehet látni, hogy a töredezett, tehát nagyobb odafigyelést igényel a tárolása. A következő tárlóban pedig a Betleni Betlen családnak a
adományait láthatjuk. Ők elsősorban a küküllő mentén, tehát nagyobb területre kiterjedt az ők egyháztámogatások, az Udvarhelyi Egyházmegyében, a Küküllői Egyházmegyében és a Dézsi Egyházmegyében, tehát Betlen, Bonyha, Bún, ezek a főbb gyülekezetek, amelyeket támogatnak, ott lehet látni egy Árva Betlen Kata adományából származó textíliát, ami nagyon jó állapotban megmaradt mai napig. Harmadik nagy nemesi család került bemutatása, a Széki-Teleki család. Ők elsősorban a Marosi és a Görgényi egyházmegyékben egyházmegyek gyülekezeteit támogatták, de a Dézsi Kendilónára is jelentős adományokat tettek, és hát itt lehet látni olyan tárgyakat, ami mondjuk az erdélyi ötvösség szempontjából remek műveknek számítanak. Ez a kanna, amit az erdélyi ötvösség a legismertebb és legnevesebb mestere készített, a nagyszabeni Sebastian Hahn. Ő a 17. század végén, 18. század elején tevékenykedett, és hát munkáit elsősorban a főnemesség számára készítette, mert hát ők tudták megfizetni ezt az összeget érte. Itt egy ilyen vegyes tárlót alakítottunk ki, ugyanis ezek a családok egymás közt házasodtak, nem ritkán, és hát olyan tárgyakat mutatunk be, amelyek egyrészt a Teleki és Betlen család tagjai adományoznak, vagy a Teleki és Bánfi, Betlen-Bánfi család tagjai azok, akik adományoznak. Az igen érdekes és szépen elrendezett kiállítás anyaga két fontos kérdést is felvet. Egyrészt, hogyan lehet mindezeket a kegytárgyakat óvni, biztonságban tudni, másrészt pedig konzerválni, megőrizni az utókornak. A kisebb-nagyobb református gyülekezetek ugyanis igen ragaszkodnak az ő klenódiumaikhoz, régi értékes templomi erekjéikhez, így csak nagyon kevés esetben fordul elő, hogy a használaton kívüli kegytárgyakat egy-egy gyülekezet az erdélyi református egyházkerületnek adományozza, amely a múzeum óvó és őrző kezére adná ezt a gyűjteményt. Minden, ami a református egyházhoz kapcsolódik, minden olyan tárgyanyagot szeretnénk begyűjteni. Itt elsősorban, ami a legfontosabb, a Orván gyülekezetekből begyűjteni azt a tárgyanyagot, ami nincs használatban már. Itt urasztali edényekről, textíliákról, levéltári anyagról van szó. Ez el is kezdődött. A levéltári anyag az a levéltárba megy, a hegy emelettel fennem. Lehet azokat látni, és szisztematikusan, tehát erre az egyházkerületi határozat is van, hogy honnan kell begyűjteni ezeket a levéltári anyagokat. A klenódiumok esetében egy kicsit nehezebb, mert amíg használva vannak, addig egyértelműen, hogy nem adják. De ez is elkezdődött, tehát már van egy néhány tárgy a gyűjteményben, ez folyamatos, és főként a szórványgyülekezetekből kerülnek ide be a tárgyak. Nem átadják örökre, hanem csak letétbe helyezik ezeket a tárgyakat. Tehát a tulajdonjog az megmarad a gyülekezet. Tehát a gyülekezetén marad. A másik kérdés az állagmegőrzés, a konzerválás fontosságára utal. Égető a helyzet, hiszen Erdély szerte alig akad olyan szakember, akinek biztonsággal lehetne kezére adni ezeket a múzeumi értékkel bíró tárgyakat. Nincsenek belső szakembereink, külsős szakembereket kérünk meg a konzerválásra, azoknak a tárgyaknak a restaurálására, amelyek restaurálásra szorulnak. Itt külön textil, papír és fém restaurátorokról beszélünk. Vannak, tehát többségében hazai szakemberek, de magyarországi, tehát a Magyar Nemzeti Múzeumnak a szakemberei is segítenek. Itt például két olyan textiliát látunk, amit ők restauráltak, és még két klenódiumot, amit szintén a Nemzeti Múzeumban restauráltak.
De hát az lenne a cél, hogy legyenek belső szakemberek minden szakterületre, és hát ez egy következő lépés, mert hogy óriási anyagról van, tárgyanyagról van szó. Igyekeztünk az elmúlt időszakban így egyházmegyénként lelkészeknek, presbitereknek felkészítőt vagy továbbképzőt tartani arra vonatkozóan, hogy milyen károsodásai lehetnek ezeknek a tárgyaknak, és hogyan kellene tárolni ahhoz, hogy minél optimálisabb körülményt biztosítsunk a tárgyaknak. Hát itt mindenképp elsősorban a biztonság az, ami fontos, és hát az elmúlt két évben viszont elkezdtünk egy olyan programot, ahol a helyszínen, tehát minden gyülekezetben megpróbáljuk a minimális állagmegóvási munkát elvégezni, tehát azokat a textíliákat, amelyek nincsenek használatban, megfelelőképpen becsomagolni, tehát hengerekre felcsavarni, klenodiumokat külön védőzsákokba helyezni, és hát erre kérjük, hogy ezt próbálják megtartani. Hit és remény. Ebben az esetben is csak ez segíthet. Reménykedjünk, hogy a gyülekezetek, amelyek birtokolják ezeket a tárgyakat, képesek lesznek megőrizni azokat az utókornak, és hogy állapotuk, amely egyes esetekben már is igen törékenynek tűnik, megmarad legalább a mai szinten. Hiszen ez itt az erdélyi reformáció történelmének egy darabkája. Gyönyörködjünk benne, és tegyünk meg mindent, hogy átörökítsük a következő nemzedékeknek.